Nem került be a keddi közgyűlés napirendjei közé a pécsi Fidesz frakció javaslata, ami a legrászorultabbaknak nyújtana rezsifizetési támogatást, illetve a kisvállalkozókat segíteni kedvezményes bérleti díjakkal. A polgári oldal képviselője szerint erre lenne fedezet a város költségvetésében. Bőven látjuk, hogy a jelen költségvetésben is megvan a fedezet, olyan előterjesztések is mai nap tárgyalásra kerülnek, ahol ilyen nagyságrendű összegek simán elköltésre kerülnek egy tanulmányra, ahol még a pályázat fedezete sincs meg az épületre, de ezt még csak napirendre sem voltak hajlandók venni a városvezető képviselők. Tehát azt sem engedték meg, hogy most legalább az alpolgármester úrnak, Ruzsa alpolgármester úrnak is volt egy úgynevezett okos parkolás rendszerre vonatkozó közvetlen Brüsszelbe benyújtandó pályázat, ezt mi természetesen támogattuk. Ellenben a rezsijavaslatot nem támogatta a baloldal, ezért az nem került a képviselők elé, mondja a képviselő. Mint beszámoltunk róla, a Lánc utcai önkormányzati lakótömb áttervezésére viszont 95 millió forintot fizet a pécsi önkormányzat. Az átépítés ez azonban nem biztosította a finanszírozási háttér, erre utalta a politikus nyilatkozatában.